A párbajtőr fenomén kulcsárgyőző halála után a nemzet sportolói 12 tagú társaságukba egy olimpiai bajnok birkózót hívtak meg. Varga János 3 olimpián vett részt, Mexikóvárosban lett aranyérmes 57 kilóban, kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok, 2016 óta a birkózó hírességek csarnokának is beiktatottja. Hát vele beszélgetünk erről az újabb megtiszteltetéstől. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Hogyan értesültél erről a döntésről, hogy a kiváló sporttársak ezúttal téged hívnak maguk közé? Tudod, ez az egésznek van egy első története. Akkor, amikor megszavaztak, a Schmidt-Pál, aki tulajdonképpen versenytársak voltunk, egy időben versenyeztünk, Tatán egy nagy terembe függöny választotta bennünket, az egyik felén a vívók, a másik felén a birkozók, majd a harmadik helyen meg a tornászok. Tehát úgy tudtam meg, hogy a Schmidt-Pali főhívta a nejemet, hol van János? Mondja, hogy a világbajnokságot piheni ki, mert ott voltunk minden nap a világbajnokságon. Menj oda, mondd meg neki, öleld meg, puszítsd meg, hogy ő lett a nemzet sportolója. Így tudtam meg. Így, hát ez elég meglepett. Végig szaladt a libabőr rajtam. Nem akartam elhinni. Hát Polyák Imre után 8 évvel van megint birkózó ebben a díszes testületben. Számítottál titkon erre a megtiszteltetésre, vagy nagyon meglepett, hogy most téged? Meglepett. Meg? Tulajdonképpen vagy 5-ször rajta voltam a listán, és nem kerültem a csúcsra. Most viszont, hát ahogy elmondtam, hogy a Schmidt-Pál értesített bennünket, hogy első körbe a János lett megszavazva. Igen. Egyébként a 11 másik nemzet sportolója közül említett Schmidt-Pál mellett kikkel a legjobb, a legszorosabb a viszonyod? Hát tulajdonképpen általában olyan típusú ember vagyok, hogy mindenkivel igyekszem jó viszonyban lenni. Úgyhogy nem egyszer volt olyan, mentünk jutalom üdülésre, ott voltak a cimborák, és akkor hát végan, mint a fiatal korunkban, ugyanúgy örültünk egymásnak, meg örülünk egymásnak. A megtiszteltetés egy tisztességes életjáradékkal is együtt jár. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen körülmények között él ma egy 1968-as birkózó olimpiai bajnok, későbbi edző és versenybíró. Kérlek szépen, megmondom neked őszintén, hogy semmiféle anyagi gondunk nem volt. Nejem is normális nyugdíjat kap, én is normális nyugdíjat kapok. Sőt, ugye, mint olimpia bajnok, az életjáradékot kaptam. Úgyhogy meg volt bőven. Nem, nincs okod elégedetlenségre. Nincs semmi. És ami ennél is fontosabb az anyagi megbecsülés mellett, milyen megbecsülés és figyelem övezett visszavonulásod, nyugdíjba vonulásod óta a birkózó társadalom részéről? Azzal elégedett lehetsz? Elégedett. Mert voltam a Budapesti Honvédnál vezetőedző, kötött fogású szagágnál, ugyanakkor a válogatottnál juniorok, felnőttek juniorok, válogatott edzője is voltam. Úgyhogy te csak elégedett lehetsz ezzel. Nem hagytak parlagon. Most, amikor volt ez a hazai rendezésű világbajnokság, amit éppen a fáradalmakat pihentett ki, amikor a hír ért, hogy a nemzet sportolója lettél, hát akkor ezek szerint te végig ott voltál a helyszínen. Ott. Tetszett, amit láttál? Nagyon szép. Először is gyönyörű terembe volt. Gyönyörű megrendezéssel volt. És mondhatom azt, nem csak dulakodások voltak a meccseken, hanem szép akciók is. Kötött fogásba, szabad fogásba egyaránt. Tehát meg voltam elégedve, hogy nem csak a dulakodás, nem csak a tologatni egymást, nem csak a masszírozás,
hanem akciók voltak. Hát azt azért is kérdezem, mert mint versenybíró, ezzel a szemmel is nézheted ezt, és nagyon sok vita volt az elmúlt években, hogy milyen irányba tart a birkózás, a bírói főszerepet háttérbe kellene szorítani, és a Nemzetközi Szövetség elnöke ebben a székben ült, és ő nagyon elégedett volt azzal, hogy most ebben az ügyben jó irányba fordulnak a dolgok. Akkor te is ezt mondod? Ezt. Én is úgy voltam vele, hogy ilyen birkozással nyugodtan meg lehet szavazni az, hogy a magyarok is, illetve a birkozás is ne kerüljön le a listáról. Tehát, hogy megmaradjon az olimpiai programon, mert ez így már egy látványos sport újra, felidézi akkor a régi időket. Van kedvenc magyar birkózód a most látottak közül, akik most vannak szőnyegen? De ide figyelj, hát vannak itten két-három olyan gyerek, akár lőrincek, tehát úgyhogy olyan aktívak, jó mozgásúak, akikre lehet még a jövőbe is számolni. Hát ha már itt tartunk, akkor azért az érdekelne engem, hogy hogyan tudnád magadat jellemezni versenyzőként. Te annak idején milyen stílusú és karakterű birkózó voltál? De nekem azt mondták, hogy én olyan őskori mozgásom volt, egyéni mozgásom volt, de fölmentem a szőnyegre, ott megállás nem volt, addig cibáltam az ellenfeleket, amíg annyira el nem fáradtak. Az utolsó szuszt is kicibáltad belőlük, igaz? Végtelen. Éreztem, hogy fáradt vagyok, akkor jó nagy levegőket vettem, az oxigén ugye fölfrissített, és akkor kezdtem újra. Van 6 világbajnoki érmed egyenletes elosztásban, aztán vannak ott az európai bajnoki aranyak. Melyik a legkedvesebb? De, hát először is az olimpia. Az a mindenek fölött. Hát az mindenek fölött. Majd a világbajnokságnál a 63-as világbajnokság, amikor a szovjet gyerekkel a Karavajevval birkoztam, csinált egy szép levitelt, utána felfordítást. Ellenálltam, megroppant a bordám, belebillentem. Oda mentem Miklós bácsihoz, mert akkor a Szilvási Miklós volt az edző. Miklós bátyám, baj van. Hopp, az a borda eltört, igaz? Azt mondja, ide figyelj, világbajnok akarsz lenni? Mondom, igen. Ott vár a pali, panasz fölvételt, meg mert a meccs után lesz. Mit tehettem? Miklós Csirr olimpia bajnok volt, ezt tanácsolta, mentem. Hát akkor nem lehetett panaszkodni, hogyha ilyen tekintélyű edző azt mondta, hogy beteg felvétel majd a... Hát utána megvolt a beteg felvétel, de már akkor a világbajnoki aranyéremmel a nyakban, hát igaz? De a gyereket, mikor Miklós bácsi azt mondta, hogy menj vissza és csináld meg azt, hogy világbajnok legyél, 7 vagy 8 ponttal utána megvertem az orosz gyereket. Megálltunk egy olyan lépése egymástól idő előtt, és akkor néztük egymást, akkor bíró szólt, hogy tessék birkozni. És akkor összekapaszkodtunk, egyet előre, egyet hátra, egyet előre, egyet hátra lépegettünk. Nekem arra kellett figyelni, hogy benne csapjon. Uh-huh. De hát szegény úgy ki volt borulva, hogy még levegőt is nehéz volt neki venni, mert én nekem a mozgásom az megvolt, nagyon jó, fő voltam készülve, úgyhogy aztán, amikor vége lett, nyakamba borult a Varga, maximális kondíció. Ki volt egyébként versenyző karriered legnehezebb ellenfele és riválisa? De, hát tulajdonképpen én nekem, hát tudod, sok, majdnem 20 évig ott voltam, sok ellenfelem volt, de legnehezebbek a japánok voltak akkora. Bulgárok voltak, az oroszok azok rettentő erősek, csak nem bírták a sok mozgást. Tudod, az izom, mert erősítettek, begörcsöltek. Uh-huh. Te meg sok mozgással elfárasztok. Én meg mozgékony voltam, úgyhogy pillanatok alatt lerendeztem a meccset, mert
lerántottam őket, levittem őket, volt, amikor dupla járommal vagy fél járommal beparítottam, úgyhogy könnyű mozgásom volt. De miért fogott ki a japánokkal? Mi volt a probléma? Erre kíváncsi vagyok. De a japánok gyorsak voltak, uh-huh. és elég alacsonyan álltak. De meg kellett oldani, hogy ide rántottam, oda rántottam. Volt ugye a 67-es világbajnokságon Kanadában, hogy csinált, az is egy levitelt, azt utána magamra kaptam, úgy megvertem, hogy kegyetlenül, tucssal, és akkor olyan volt, mint az árnyékom. Amerre én mentem, ő is arra. Hát János, én gratulálok a címhez, és kívánom, hogy jókedvel, derűvel viseld a Nemzet Sportolója címet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok. Bízom benne, olyan feleségem van, aki úgy vigyált rám, mint a hímes tojásra. Nagyon helyes.